Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, ha esetleg még nem találkoztatok volna velem, akkor sziasztok, én Cynthia vagyok. És a mai videóban, mivel advent első vasárnapja van, dekorálni fogunk. Az az igazság, hogy én már októberben dekoráltam volna, de hát ugye nyilvánvalóan akkor még túlságosan korai volt, és amikor pedig megjött a hangulatom végérvényesen, tehát így tetőzött, akkor sajnos tönkrement a mosógépem, és az egy picikét, hát így keresztbe vágta a terveimet, a hangulatomat, mindent, de most már minden jó, minden happy, és minden szuper, és dekorálni fogunk, mivel advent első vasárnapja van. Ha kíváncsiak vagytok, hogy mit alkottam itthonra, akkor pedig mindenképp tartsatok velem. Hadd mutassam meg nektek első körben a karácsonyi pulcsimat, amit még a férjemmel első közös karácsonyunkra kaptam tőle. Most komolyan, aki ismer, azt tudja, hogy ezek után nem mondhattam neki nemet az oltárnál, tehát karácsonyi pulcsit vett nekem, ami nem mellesleg Star Wars-os. Ezt a férfit nekem teremtették, de tényleg. Igaz, hogy nagy rám, mert tény és való, hogy nagy rám, és ezt gyakorlatilag még 75 kilósan is hordtam, és akkor is fért még volna bele, de nem tudok rajta túladni, és soha nem is fogok. Egyszerűen imádom. És mellesleg tudja, hogy melyik a kedvenc karakterem, az egyik, mert nálam Darth Vader és Yoda egy szinten van, imádom őket, de tényleg nagyon-nagyon szeretem ezt a pulóvert, nagyon-nagyon meleg, nagyon kényelmes, imádom, és természetesen ebben fogok ma díszíteni, mármint, hogy ebbe fogom a lakást kidekorálni, kapcsolok egy kis karácsonyi zenét, én már nagyon hangulatban vagyok, de tényleg, de ezt nagyon meg akartam nektek mutatni, hogy milyen gyönyörű ez a pulóver. Egyébként ezt még Németországból hozta nekem. És ott van kicsi oda is, nézzétek, igen. Úgyhogy, hát nagy izgalmak közepette, de elkezdem a mai dekorálást. Mindent kipakoltam ide, ami karácsonyi. Igazándiból két dobozban vannak a dekorjaink és a fadíszek is. Lesz itt néhány újdonság. Ami újdonság, azt én összeszedtem egy videóban, amit idején vettem, és azt hiszem, azzal fogom kezdeni a vlogmast, úgyhogy érdemes lesz figyelni a csatornát, mert minden, ami újdonság, azt egy videóban meg fogom nektek mutatni. Viszont gyorsan elmutogatom, hogy ez is újdonság, az tavalyi vásár, ő is újdonság, a koszorunk az idén az teljesen új. Van itt szarvas, ebben majd valami dekort szeretnék összerakni, a tavalyi ajtódíszünk, ami nyilván ugye idénre is marad, ezt egy nagyon kedves ismerősöm készítette nekem, egy picikét igazítanom kell rajta, mert sajnos összenyomódott, pedig egyébként a tetejére raktam a doboznak, és semmi nem volt rajta. Úgyhogy az összes dekorom itt van, és ezekből fogok most csipegetni, dolgozni. Viszont mielőtt ezt elkezdeném, egy pici rendet rakok itt a nappaliba, mert hát én megmutatom nektek, kaotikus állapotok uralkodnak, és ezt most szépen el fogom tüntetni.
egyik abszolút kedvenc részem az a kis hajtogatós komódom, mert mindig így szoktam nevezni. Tavaly is ugyanígy nézett ki igazándiból, ezt a grillandot tettük ide. Én ezt díszítettem, feldíszítettem egy fényfüzérrel. Ez még a legelső ilyen kis égősorunk, amit annó az első külön töltött közös karácsonyunkra vettük, már mint amikor így külön költöztünk, akkor egy nagyon minike, egy méteres kis fánk volt, és arra vettük, és amúgy kétszer körbe tudtuk vele tekerni. Ezeket a kis kapcsos díszeket, ezt tudom, hogy a Pepco-ba vettem, ezek a díszek pedig kapottak, itt van piros, illetve arany, és ezt így díszítettem fel, valamint ide tettem két ilyen kis manócskát, őt szerintem egy vagy két éve vettem egyébként. Neki volt egy párja, ő tavaly a tévé előtt volt, azt Mr. Corbett tönkre vágta, de az egyik kolléganőmtől kaptam karácsonyra ezt a kis manócskát, mert egyszer beszélgettünk, és mondtam neki, hogy mennyire nagyon vágyok egy kis manóra, hogy ketten legyenek, és most már ketten vannak, és ezt így kiraktam ide, és nekem nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy ő ilyen kis minimális lett szintén, de nekem nagyon-nagyon tetszik. Akár hiszitek, akár nem, az egyik abszolút kedvencem az a dohányzóasztal. Ezt a kis futót szintén ajándékba kaptam. Az adventi koszorú alapunk az, akikből van, de ő is benne lesz egyébként egy hol videóban, ott majd elmondom az árát is. Nekem nagyon-nagyon megtetszett, és sajnos ugye a tavalyi az gyakorlatilag 3 szezont kibírt nálunk. Az egy nagyon-nagyon szép ilyen fadobozba készített kis adventi koszorú volt. Én imádtam, tényleg 3 karácsony kibírt nálunk, de most már amúgy vágytam valami másra, illetve azon volt moha is, ami már annyira nem volt szép, úgyhogy emiatt váltam meg tőle tavaly. És miközben dekoráltam, csak úgy random oda tettem azt a kis gömböcskét, de nekem annyira tetszik ott, hogy így piros-fehér, hogy úgy döntöttem, hogy ott hagyom. A kanapé sem a végleges, tehát ugye nyilván így szokott mindig kinézni. A díszpárnáknak a húzata át lesz húzva majd, van ilyen karácsonyim, illetve a takaró is más lesz majd, de azt majd csak így az utolsó héten szeretném feltenni. Ugye a Colby miatt rendszeresen mosom, és akkor már nem biztos, hogy lesz arra idő, illetve nincsen cseretakaró. De az utolsó héten lesz majd a Vlogmas keretein belül egy olyan vlog, amiben ilyen utolsó simításokat mutatok, és akkor majd megmutatom, hogy milyen lett a kanapé is, de a dohányzó asztal az egyelőre ilyen, és ma este meg is gyújtjuk az első gyertyát, én nagyon izgatott vagyok. Egyébként a gyertyák is ilyen nagyon-nagyon egyszerűek, picit narancsos piros, de még mindig inkább a piros fele hajlik, és picit ilyen metálfényű, 4 centi átmérő, és tökéletesen beleférnek nekünk, ez lesz idén, nem is akartam többet, és akkor most mutatom a kedvenc, az egyik kedvenc rész, amúgy az összes igazából a kedvencem, minden most nagyon-nagyon jól sikerült, de mutatom az egyik legjobban sikerültet, a nappali. A nappali bútorunk az így néz ki, hát igen, én imádom, de tényleg, az ott még egy picikét nekem üres, ott fenn a teteje, viszont mivel ez egy elég nagy dísz, ezt tavaly szereztem be, nem biztos, hogy oda tennék valamit, illetve ez a csoda szarvas, jaj, hát ebbe szerelmes vagyok, ő se biztos, hogy itt lesz, igazából ő lehet, hogy a fa mellett lesz majd, de egyelőre oda tettem, ugye két szarvas itt egy picit nekem sok, de van egy nagyon nagy kívánságom erre az évre, egy utolsó utáni kívánság, az egy ilyen mini kis karácsonyi falucska, és azt terveztem amúgy oda, úgyhogy az őzike az lehet, hogy majd a fa mellett lesz, de egyelőre feltettem ide, ez is a kikből van. Ahogy említettem, ezt a díszt ezt tavaly vettem, utolsó utáni pillanatban, szóval nagyon sokat nem gyönyörködhettem benne, hát majd idén. Ide tettem két ilyen kis fát, amit rengeteg helyen kikbe, Pepco-ba be tudtok szerezni, különböző színekbe, most már van ezüst, fehér, arany, de még lehet, hogy rose gold is van. Ez a kis fa, azt hiszem a Pepco-ból van, tavaly vettem, nem tudom. Itt van egy ilyen kis házikó, és elé tettem ezt a kis őzikét, ahogy most észrevettem, a nappali bútor eléggé őzikés a sikeredet, de nem baj. És ez a nagy dísz, ez a kikből van, ő is benne lesz majd a hol videóba egyébként. És kicsit fáj a szívem, mert van egy nagyon hasonló jelleg a Pepco-ba, fele ennyiért, de nem baj, én ezt már régen beszereztem, úgyhogy ő maradt, de egyébként nagyon-nagyon tetszik. És alulra tettem egy fiúcskát, illetve egy lányt. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy
ő a férjem a Dani, ő meg én vagyok, úgyhogy így alkodunk egy párt. Általánosságban véve minden évszakra van egy ilyen párosom, és nekem nagyon-nagyon tetszik. És teljesen random tettem oda azt a kis bordó boát, de nagyon tetszik, mert hogy azon a díszen is van piros, úgyhogy mivel tetszik, és a férjemnek is tetszik, ezért úgy döntöttem, hogy itt hagyom. Úgyhogy egyelőre a nappali bútor így néz ki. Ahogy említettem, még egy ilyen kis karácsonyi falucska után nagyon vágyakozom, majd meglátjuk, hogy összejön-e vagy se, de nekem egyébként nagyon tetszik, pláne az a rész, azt nagyon eltaláltam szerintem, az olyan kis hangulatos, jaj, nagyon jó. És ez a háttér, őt még egy pár szó fogjátok látni most videóban is, úgyhogy igen, így néz ki egyelőre a nappali bútorunk. A étkező asztalnál nem csináltam semmi extrát, ez a terítő most már a harmadik karácsonyt kíséri végig, én nagyon-nagyon szeretem. Nagyon-nagyon jó az alapja, tehát, hogy ilyen bézses az árnyalata, és nagyon tetszik az, hogy van rajta gyakorlatilag ilyen barnás, picit aranyozott minta, van rajta szürke és fehér, mert ez nagyon-nagyon sok lehetőséget ad nektek arra, hogy dekorálni tudjátok. Ahogy láthatjátok, a mi tányéralátéteink szürkék, és van itt egy ilyen kis aranytálka, és abszolút nem sok. Egyébként rendeltem a színszerű egy gyümölcskosarat, az egyelőre sajnos nem érkezett meg, viszont van egy ilyen kis üveggömböm, ezt feldíszítettem. Az aljára műhavat tettem, meg néhány ilyen kis kiegészítőt, ilyen hópehely hasonló, és ezt a két kis zöldet tettem, a gyertyát pedig középre, ez nekem nagyon tetszik, kis egyszerű, de mégis passzol ide, és oda tettem mellé még karácsonyi Rudolfot is. Úgyhogy az asztalunk az egyelőre így néz ki, nagyon minimális ez is, de annál szebb szerintem. Egyszerű, de nagyszerű. A tálaló komódra tettem ezt a két nagyobb díszt, ami így párban van. Ő nekem nagyon-nagyon megtetszett, ezt már nyáron megvettem egyébként, amikor megláttam, mert úgy voltam már, hogy szerintem ezt hamar el fogják kapkodni. És a dohányzóasztalról áttettem ide a két kis gyertyát, mert nem tudtam hova tenni. Ez a rész nem tetszik itt nekem, mert ez itt eléggé zsúfolt, így ide szokta tenni a férjem a pénztárcáját, az óráját, a gyűrűjét, a karkötőjét, amit egyébként én csináltam, szóval hadd büszkék legyek egy kicsit, hogy mit sikerült alkotnom. Ez egy lávakő itt középpen, egy fekete matt lávakő, és az a két kis fehér az hegyi kristály, és az azt hiszem csak sima roppantott kő, de nem vagyok benne biztos. Azt én csináltam neki, és áttettem ide ezt a kis díszt is. Én ugye ebbe szoktam tenni a jegygyűrűimet, illetve a két fülbe valót, amit felváltva hordok a hétköznapokon. Ez egy nagyon-nagyon régi avonos, azt hiszem. Ez viszont a Hey Happiness-től kapott kis aranyfülbe valóm, amit nagyon-nagyon szeretek, és rengetegszer hordok. És ide erre a kis asztalra tettem ezt a kis díszt, ami ilyen mindenes díszt gyakorlatilag, tehát ilyen nagyon-nagyon vékony ágakból, műágakból készült kis díszecske, de nekem nagyon-nagyon tetszik. Ebbe elemet kell cserélnem, mert már kialszik, ahogy láthatjátok. Ide tettem a zenélő kis hógömbömet, és ezt a kis vonatocskát. Ezt megpróbálom nektek megmutatni egy kézzel, hát nem tudom, hogy sikerülni fog-e. Szerintem iszonyat menő. Kétség kívül azt tudnám mondani, hogy ő a legdrágább dekorom, de nagyon-nagyon megélte. Ez a folt itt pedig, ugye ez a kis asztalka a hálószobánkban volt, még meg nem vettük azt a komódot, és sajnos a párologtató hagyott rajta egy icipici nyomot, ezt nem tudom eltüntetni, de ettől most tekintsünk el. Szóval ide ez a három került, és akkor mutatom, hogy mit csináltam ide a belső szobába és a bejárathoz. De erre a nagy komódra igazándiból csak ez a két kis fenyő került, és oda ez a kis szánkocska, ez a kis autós hóember és egy kis kutya, ami régen egy ilyen csendéletemnek a része volt. Őt azért vettük, mert nagyon-nagyon szerettünk volna a lány és a fiú bábú mellé egy kis kutyát, mert hogy nekünk is van egy kis kutyánk, és akkor így teljes az egész család. És őt most betettem ide, hogy innét vigyázzon a férjemre, miközben játszik, mert hogy a nagy kis kutyuli mutyulink ott alszik a kis cukerbosszom. Nem akar szerepelni egy picikét? Édesem, jaj, de szép vagy. Te vagy a legszebb karácsonyi manó, ugye? Itt vigyázol mindig apára? Igen, most nem szereted anyát, mert felkeltett.
Micsoda szép füled van. Megzabálom meg azt a cuki kis tapackát. Szóval van egy kis bábukolbink, meg van egy nagy élő rosszaságunk, akit nagyon szeretünk. A legszebb ajándék nekünk minden nap, ugye babám? Szóval igen, ide bentre igazándiból csak ennyit csináltam. Itt nagyjából csak a fény nem szokott lenni, de azért egy pici hangulatot ide is akartam csempészni. Előszobában pedig nem csináltam semmi extrát eddig, mivel nagyon-nagyon pici az előszobánk, tehát ez gyakorlatilag csak egy folyósó, és ugye itt gyakorlatilag a kabátok mindent eluralnak, ezért ide tettem ezt a kis világító bábut, illetve ezt a boldog karácsony feliratot, hogyha valaki jönne hozzánk, akkor valami kedveset olvasson. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi az, amit én idénre csináltam, terveztem, semmi extra igazából, de nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy igen, ennyi gyakorlatilag. Ahogy említettem, az én kis dekorációm idénre ennyi lenne eddig. Nem biztos, hogy meg tudom állni, hogy ne vegyek mást. Már néha vannak impulzus vásárlásaim, de összességében véve meg vagyok elégedve azzal, hogy a lakás most kinéz. Minden szívem vágya, hogy végre meg legyen a fenyőnk, és azt is feldíszítsessem. De addig is remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor mindenképp jelezzétek felém egy lájkkal. Írjátok majd ellen kommentben, ahol meghoztam egy picikét a karácsonyi hangulatot hozzátok is. És hát remélem, hogy találkozunk jövő héten is. Sziasztok!